Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai víkendben érkezik hozzánk Pótor Melinda, megmutatjuk, milyen volt a Márton nap a Sóstói Múzeumfaluban, megtudhatjuk, ki volt Hudák Júlia, és az is kiderül, miért nevezzük a sünöket a nem megfelelően kezelt kertek nagyköveteinek. Az adást a Levéltárban kezdjük, ahol egy diák esszé pályázat legjobbjai díjazták nemrég. Első alkalommal hirdetett diákoknak esszéíró pályázatot ebben a formában hazánk legnagyobb közgyűjteménye. A Levéltár a nemzet emlékezete, mondta el a díját adó eseményen köszöntőjében Bánszki Hajnalka. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár igazgatója hozzátette, az intézmény évek óta nyitott levéltárként működik. Egyik céljuk, hogy a fiatalok számára is vonzóvá tegyék a kulturális örökséget. Ez a felhívás is ezt a törekvést szolgálja. Nagyon tág volt a pályázatnak a felhívási kerete, hiszen vártunk pályázatokat a diákoktól, személyes emlékek, családi történetek, emlékek, helytörténet kategóriában, témájában, és ezek kapcsán természetesen ebben a skálában érkeztek be a pályázatok, tehát elmondhatjuk, hogy nagyon színes mezőny alakult ki. Mi volt az oka egyáltalán annak, hogy kiírásra került ez a pályázat? Honnan volt az ötlet, vagy mi volt a cél? A pályázat a Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködéséből valósult meg, és tulajdonképpen a cél az volt, hogy olyan esszék érkezzenek be hozzánk, olyan pályázatok, amelyeket a levéltár meg tud őrizni, mint személyes történeti dokumentumokat, és a későbbiekben, a jövőben egykoron majd ezek is olyan történeti forrássá válhassanak, amelyeket egyébként a ma kutatói ugyanúgy kutatnak a 20. század mindennapjai tekintetében. A nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnázium szoros kapcsolatot ápol a vármegyei levéltárral. A közgyűjtemény látogatása mellett a kölcseisek a diákok számára megjelenő pályázatokra is rendszeresen jelentkeznek, gyakran sikerrel. Ennek a pályázatnak nagyon megörültem, mert vannak olyan tehetséges diákok, akik szívesen írnak, szívesen osztják meg a gondolataikat, és ez már úgy évvégén volt, amikor megérkezett a pályázati felhívás, és gondoltam, hogy elküldöm nekik, hogy van-e kedvük hozzá. Nagyon sokan megírták a pályaművet, nem biztos, hogy ez szóban, de próbálkoztak vele, és akkor én nem nagyon foglalkoztam vele, mondtam, hogy ó, köszönöm szépen, akkor megnézem majd, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, és akkor jött a tanév szeptember, és akkor mondom, be kell adni a pályázatot szeptember közepéig. Átolvastam újra az összes pályaművet, nagyon változatosak voltak, nagyon sok színűek voltak, volt nagyon sok iskola történet, osztály kirándulással kapcsolatos előző iskoláról, a kölcseis évekről, és a családtörténet is volt, aki a családja történetét írta meg több generáción keresztül, és ezekből szemezgettem, és a legjobbakat mindegyik témából küldtünk be. A diákjaim többsége 6-osztályos gimnáziumba jár, tehát nekik 7-esek, 8-osok, akik pályáztak, és ugye nekik nagy váltás volt az, hogy egy gimnáziumba bekerültek az általános iskolai évek után, és ezekből az élményekből is táplálkoztak a dolgozataikban, fogalmazásaikban, és ezeket küldtük be, és ezek is díjazottak lettek. A gimnáziumból pályázó tanulók fogalmazásai közül 2 is helyezést ért el. Móra Eszter a 3., Kis Amira a 2. lett az ifjú krónikások között. Amira Mami és az Emődi Tehéntánc címmel egy emődi ételről írt a dolgozatát. Először nehéz volt mondatba foglalni, ugye az emlékeket. De utána, hogy elkezdtem kifejteni, utána már sokkal egyszerűbb lett, és inkább azt néztem, hogy benne legyek az 1000 szóban. Tehát nem menjek túl rajta. Mióta ismered ezt az ételt, és van-e abban valami különleges, ahogyan a nagymamát készíti? Már egész régóta ismerem, és hát a nagymamám mindig énekelve, dúdolva, meg vidáman ugye készíti, és ez néha segítek is neki benne. Az első helyezett az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9. évfolyamos tanulója lett. Réka szintén családi emlékekről és egyben az értékmentés céljával írta pályázatát. Számára az írás nem okoz nehézséget. Szerettem volna igazából így
hogy írni egy fogalmazást arra, hogy így a néphagyományokat ezt igenis érdemes megőrizni, és azért ez eléggé fontos számomra is, meg így a családomnak is, mármint én úgy gondolom. És alapjáton én nagyon szeretek írni, mind fogalmazás, mind egy hosszabb, ilyen mondhatni idézős regényt, mert úgy abban, hogy az ember ki tudja fejezni önmagát is, és ebbe a kis fogalmazásba is ugyanígy így a saját véleményemet, a saját gondolataimat el tudtam így mondani az adott témára, amit választottam. Családban, közvetlen környezetedben láttad valakitől ezt, hogy más is csinált ilyet, vagy mi alakította ki benned szerinted ezt a fajta igényt így az írásra, vagy mondjuk ezeknek a nagyon-nagyon fontos értékeknek és hagyományoknak a megőrzésére? Mindig is egy nagyon visszahúzódó egy gyerek voltam, és ugye a könyvek azok így mindig is fontos szerepet játszottak az életemben, és talán úgy, hogy egyszer volt, hogy nem találtam egy olyan könyvet, amit el akartam olvasni, ezért úgy döntöttem, hogy megírok egyet. Ugyanígy a hagyományőrzésről sem találtam úgy túl sok mindent, ilyen nagyon szakszavakkal leírt dolgokat, és hát, hogy egy olyan én korosztályú gyermek nem feltétlenül értené meg, ezért így gondoltam, hogy akkor most így megírom úgy, hogy mindenki meg is értse. A legfárfőzésről írtam, amit még nagymamáméknál tapasztaltam meg először ilyen, azt hiszem 6 vagy 8 évesen, és úgy amikor van, akkor mindig szoktunk menni, vagy amikor éppenséggel sikerül, és azért már ilyen családi hagyományán vált, hogy mindig elmegyünk anyukámékkal oda, és akkor segítünk a legfárfőzésben. Szülővel is találkozunk a díjátadón. Mi ennek az oka? Nagyon büszke vagyok a lányomra, már csak abból az okból is, hogy megpróbálta és megírta ezt a pályamunkát. Nagyon szeret, hál' Istennek, olvasni, és ez nagyon sokat csiszolt a stílusán. Tehát amivel kezdte néhány évvel ezelőtt, magának írt a kis történeteket, ahhoz képest tényleg egy nagyon szép fejlődési utat láthattunk is, és hogy itt vagyunk, szerintem az magáért beszél. A téma, a választása több szempontból is értékes, azt gondolom. Egyrészt hagyományápoló, és a saját családjához nyúl. Ez milyen érzés egy anyának? Nagyon jó. A nagyszülők vidéken élnek, és igyekszünk minél több időt ott tölteni, és valahogy kapcsolódott az ott megszerzett élmény és a tanárnő által adott feladatoknak a sora, és valahogy egyértelművé vált, amikor a pályázatot megláttuk, hogy akkor nézzük át a fényképeinket, és a fényképek lapozgatása közben jött az ötlet, hogy hú, a lekvárfőzés, a Szilva lekvár, Szabolcsban vagyunk. Kikerülhetetlen téma, annyira egybeforra hagyományunkkal, és olyan szép élmények, olyan vicces történetek kapcsolódnak hozzá, hogy lehet, hogy ez a legjobb választás. Az első alkalommal kiírt diákpályázat nyertesének felkészítője Fehér Ildikó, aki maga is rendszeresen végez kutatásokat, többször volt már helyezettje helytörténeti pályázatoknak. Motiváló jellegű az, hogy én ajánlom a gyerekeknek, illetve diákoknak, és ez egy nagy öröm a számomra, és nyilván, hogyha a diák sikert ér el, az siker a nevelőnek, a pedagógus számára is. Tulajdonképpen ez egy közös eredmény, amit elérhetnek, vagy elérnek a diákok. A levéltár a következő években is szeretné meghirdetni eszépályázatát diákok számára. Az intézmény a pályázati kiírások mellett rendszeres programjai által is igyekszik a kulturális közélet aktív szereplője lenni. A Minden, ami Szatmár Bereg Egyesület panyolával karöltve országosan népszerűsítette az almakörtej Szilva hazáját, vármegyénk a stílusos vidéki éttermiség Mama Főztje kétnapos rendezvényén Tatán díszvendégként mutatkozott be. Vendégünk a témával kapcsolatban az Egyesület elnöke, Pótor Melinda. Szia, jó estét! Ide sem érkeztél üres kézzel, és gondolom, hogy Tatára meg, hát nem tudom, mivel mentetek, kamionnal, mert hogy nagyon sok mindent vittetek erre a rendezvényre.
Szervusztok, én is köszöntöm a nézőket. Nem kamionnal érkeztünk, de azért több-több ilyen kis teherautóval, mert hogy mivel szerettük volna megmutatni, hogy Szatmárbereg miről neves és miről híres, hogy az Alma Szilva Körte hazájába vagyunk. Szerencsénk volt, mert még a rendezvénybe bele tudtuk csempészni a Szatmár fekete aranyát, a szilvalekvár főzésnek a rejtelmeit, illetve meg tudtuk mutatni a tatai vendégeknek, mert az egyik termelünk, a Devi, aki ökörító fülpösön, készítik egyébként ezeket a finom, különleges lekvárokat és készítményeket. Ők jöttek segítkezni nekünk, és 24 órán keresztül szilvalekvárt főztek, és megmutatták tényleg, hogy hogyan készül rézüsbe, milyen hagyományai vannak, kipróbálhatták gyerekek, kavargathatták, ciberészhettek, tehát tényleg a Szatmár fekete aranyát elvittük Tatára, hogy mindenki megízlelje. Amiket most is hoztál, tulajdonképpen gondolom, hogy ezek kerültek ott is terítékre, illetve az asztalra, olyan termékek, amelyek már feldolgozottak, illetve aszalványok, olajok, vagy akár például egy, nem tudom, ez nagy dobosi, ez a parástök, mert ugye a töknek itt a megyénkben ez a hazája, de hát persze terem máshol is a megyében, úgyhogy tényleg minden szinten próbáltátok megmutatni, hogy milyen is a mi gasztrokultúránk. Mik voltak a visszajelzések, illetve hogy látjátok, mennyire volt még mondjuk szürke folt, vagy esetleg kevésbé ismert Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ilyen szempontból? Tatán az egyesületünk, tehát a Minden, ami Szatmár-Bereg volt, és főleg a tagjainkkal, említetted, hogy a sütőtök, a különböző szilvás, a géberjéni olajokkal és mindenféle finomságokkal. Ahogy megmutattuk a termékeinket, mindenkinek valami emlék visszajött, és nagyon sokan ismerték egyébként a Vármegyét, és ennek nagyon-nagyon örültünk, hiszen a termékeinken keresztül meg tudtuk azt is mutatni, hogy a Vármegye milyen érték és milyen kincseket rejt, de amikor már kóstoltak, akkor igyekeztünk arra is odafigyelni, hogy egy-két olyan kis csemegét, egy-két olyan turisztikai ötletet, vagy pedig, hogy a Beregi kör lett az év kerékpárútja, ezeket el tudjuk mondani, és nagyon-nagyon jó beszélgetések alakultak ki. Igen, ahogy említetted, volt a téli parás sütőtök, akik sütőtököt kóstoltattak, akkor volt a Panyóliumnak a mangalicába forgatott szilvalekváros finomság, amit szintén megkóstolhattak teákkal, és hogy mondtad a beharangozóba, hogy panyolával karöltve, ők pedig töltött szilvalekváros fánkot kínáltak, ahol egyszerűen nem is tudtuk elmondani, mert kígyózott a sor. A mi standunk... Most ez incsiklandozó, amit itt a nézők látnak, ugye a márkész termékeket, vagy pedig a még sütésre váró finom fonott kalácsot, itt az olajakat, tehát azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon heroikus küzdelem lehet nemet mondani itt valamelyik finomságra, meg hát nem is ezért mentek oda a látogatók, illetve a résztvevők, ha jól tudom, akkor 30 étterem és 20 borászat is jelen volt és kóstoltatott, és hát talán azért legyünk annyira lokálpatrióták, hogy jó érzés, amikor egy nagyon menő étterembe tudjuk, hogy pont a megyénk terméke az, ami asztalra kerül. Igen, azért ezt el kell, hogy mondjam, hogy áprilisban a Stílusos Vidéki Éttermiségi Egyesülettől, Ruprek Lászlóéktól megkaptuk az egész Vármegyéből, mi egyedül a Minden, ami Szatmár-Bereg, ezt a rangos elismerést. Ők azzal szeretnének, hogy ők arra törekednek, hogy a helyi termékeket megmutassák. És mivel Szatmár-Beregből minket fedeztek fel egy olyan egyesületnek, akik ezeket meg tudjuk mutatni, mi nagyon-nagyon büszkék voltunk, amikor megkaptuk a díjat is, illetve amikor erre a nagyszabású országos eseményükre díszvendégként felkértek, hogy vigyük el, csempészjük oda Szatmár-Bereg kincseit és Szatmár-Beregnek azokat a finomságait, amit érdemes mindenkinek tudni, hogy az Alma Szilva Körte hazája vagyunk. Az Agrármarketing Centrumnak az a standján tudták bemutatni a panyolai finomságokat, a szilvalekváros csavart fánk mellett azért pici pálinkát is kóstolhattak, de azért főleg arra törekedtünk, hogy a friss zamatos almát, a körtét, a szilvát természetesen is, vagyis
gyenes állapotában is meg tudjuk kóstoltatni, illetve asszalványok és különböző termékeinkkel is. Tulajdonképpen Melinda, te olyan voltál ott a tán, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nagykövete, hiszen ahogy említetted, gyakorlatilag becsempésztett tényleg a gasztronómiai értékek mellett a történelmi, a kulturális tudnivalókat is. Lesz ennek szerinted például akár ennek a rendezvénynek olyan szempontból hozadéka, hogy mondjuk a falusi turizmusban is többen jelennek meg az ország más tájegységeiből, vagy csak egy-egy kirándulásra így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe esetleg megérkeznek mondjuk a Dunántúról is azok, akik itt voltak ezen a rendezvényen. Bízom benne, mert azért azokat a nagyszabású eseményeinket, amit egy-egy ilyen röpke beszélgetéssel el lehet mondani, nem tagadom, hogy a Panyola Festnek segítem a munkáját a médiában való megjelenéssel, tehát rögtön azt is elmondtuk, hogy van egy olyan értékteremtő fesztiválunk, ahol augusztusban érdemes eljönni, illetve meséltem a hagyomány farsangról, a kerékpárút, azt, hogy aktív turisztikában hogyan lehet a kerékpárról leszállva egyébként kajakozni és kenúzni. Tehát igyekeztünk azokat a gyöngyszemeket is valamilyen szinten a beszélgetés során becsempészni, vagy csak gondolatébresztő dologként elindítani, hogy tényleg térjenek vissza. Nagyon jó kiadványokat kaptunk a Vármegyétől, illetve az aktív ökoturisztikának is voltak olyan kiadványai, ami a Felső Tisza értékeit mutatták be. Hála Istennek ebből is tudtunk vinni olyan kis prospektusokat, amit így az ajándék mellé adtunk a termékekkel, és egy picikét tényleg ízelítőt próbáltunk adni nekik azért, hogy miért érdemes Szatmár-Beregbe ellátogatni. Hát megkóstolták egy kicsit akkor a mi ízeinket, és reméljük, hogy a szívükbe is zárták. Neked mondjuk a többiek által kínált ételekből, ami nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ízeit jelentette, mi volt a legkülönlegesebb ilyen gasztronómiai élményed? Inkább a borokat kóstoltuk meg, illetve több olyan nagyon híres étterem volt, aki ezeket a finomságokat így tálcán kínálták. Nem árulok el azzal se, hogy egy nagyon híres étterem egyébként már a mi termékeinkből készített, és amikor el tudtam szabadulni, akkor én ahhoz a standhoz mentem, és azt a háromfogásos, nagyon finom dolgot kóstoltam meg, amit a Minden, ami Szatmár-Bereg termékeiből készített. Melinda, köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk ez a nagyon, azt gondolom, hogy nagyon szép vállaláshoz, amit elkezdtetek. Kedves nézők, aki Márton napon libát nem eszik egész éven át, éhezik, legalábbis ezt tartja a régi népi babona. Ezért a legváltozatosabb libás ételek várták a Sóstói Múzeum falu látogatóit a hagyományos Márton napi vigasságokon. Ezzel folytatjuk a weekendet. Egy nagyon rövid történetet szeretnénk hallani, legyen benne liba, hiszen mégiscsak egy liba napon vagyunk, ha már televízió, akkor legyen benne egy televízió, és csak hogy egy kicsit pikáns legyen a történet, mondjuk egy autószerelő. Egy autószerelő? Az igen. Egyszer volt, onnan volt, hetet hét országon is túl, de még az Operenciás tengeren is túl. Ott azok a libák gágognak, akiket ide is elhoztak szépségversenyre, Sóstói Múzeumfaluba, ott élt egy autószerelő. Hát ez a szegény autószerelő az egész nap szerelte az autókat, műszaki vizsgára készítette, olajat cserélt. De az úgy megunta ezt, hogy csak na. Estére mire megunta, na addigra legalább le tudott heveredni oda be a kanapéra, azt nézte a tévét. De a tévét is azért nézte, mert nem tudta, hogy élőszavas mesemondás van a Sóstói Múzeumfaluban. Pedig ha tudta volna, akkor eljött volna, azt elhozta volna még a libáját is. Mert volt annak egy libája, olyan szép ország volt, hallják, hetet-hét országon nem volt párja. Ha az ide elhozta volna a Múzeumfaluban a szépségversenyre, még talán meg is nyerte volna. Azt még lehet, hogy a fődíjból olyan szépen elédegét volna, hogy nem kellett volna több autót se szerelni neki. És az én mesém is tovább tartott volna. Na de kezdjük inkább a legelején. A mesemondóval a Sóstói Múzeumfaluban találkoztunk, ahol idén is megrendezték a hagyományos Mártonnapi vigasságot, ahol büszkén és elegánsan totyogó, időnként hangosan gágogó libák is sétáltak a látogatók között.
Ha már Lúd legyen kövér, ezt az alcímet választottuk, de természetesen elsősorban libás ételeket kínálunk mindenkinek, hiszen ha valaki Márton napján libát nem eszik, akkor egész évben éhezik, hát mi ezt nem szeretnénk, tehát nyíregyháziak jöjjenek, hogy a 2025-ös esztendő is mindig nagy lakomákat biztosítson. Ahogy belépnek a kedves látogatók, általunk sütött liba zsírral és egy kis új borral kínálunk mindenkit, természetesen csak a 18 év fölöttieket. Élő szavas mese sem hiányozhat, de természetesen a falu központban a család apraja nagyjának egy kis bábszínház, most a Batyú Színház jóvoltából Ravaszdi mester látogat el hozzánk, illetve más egyéb mesék is csokorba kerülnek a falu központban. Én mennyire nagyon legyengültem itt a hosszú tél alatt, mert vödör a vizet alig bírok felhúzni. Egy fél oldal szalonnát, annyi sincs már, akkor az öreg ördög itt, e farkas. Fogtám a furkos botját, hogy ellássa a farkas baját, na de hát a farkas se volt bolond, se rest, hogy megvárja. Úgyhogy fogta magát, kipattant a vödörből, égni, és ho-ho-ho, és ahogy a lába bírta, iszkiri, visszaszaladt az erdőbe. Egy pillanat, égni, na, most már jó, visszaszaladt az erdőbe, égni illaberek, nád a kerek. Megkereste a rókát, hát én nem mondom, hogy nem vesztek össze. Hét fiúk elég volt, ne csináljátok, de aztán később, mondom, elég volt, már csit legyen. Kibékültek, együtt várták meg a tavasz eljövetelét, és laktak olyan jól, mint egy-egy duda. Természetesen ebben az időben már a portákon a házakat is befűtjük. A csarodai palókia melege várja a látogatókat, Tiszadobon, kemence mellett libahímzéssel próbálkozhatnak, gyertyamártás, egy kis üvegfestés, ez mind-mind várja a kedves látogatókat, illetve helyet adunk a 16. textilművészeti seregszemlének is, ahol a nemezesek gyűltek össze a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Népművészeti Egyesület jóvoltából, Vetró Mihály előadását kapjuk tőlük ajándékba, tehát ha valaki e felől érdeklődik, az újlétai magtár középső szintjére látogathat el. A kádár bemutató a templom mellett, a falu központban található, hiszen az új bort valahová tölteni kell. Hát nézzük meg, hogy hogyan készül az a hordó, amibe ezt bele lehet tenni. Amikor felállítjuk, akkor egyenesek a dongák, és akkor egy ilyen szokni alapban. Hogy elkezdjük húzni, ugye fel kell melegíteni a dongát, és akkor fellazulnak a szállat. Úgy engedjek a magát. Igen. És akkor azért locsoljuk még közben kívülről, hogy nehogy elszakadjanak a szállat, nehogy eltörjön, repüljön. Igen, ne repedjen. És akkor utána azért kell még utána tovább melegíteni, egyrészt az ízvilág miatt, hogy a benne lévő cseranyagok módosulnak azáltal, hogy mennyi idő van még a tüzön, ugye mennyi hőfok éri, vagy mennyi hő éri, másrészt pedig a fában lévő feszültségek kimennek, és akkor megtartja ezt a formát. Írásóra. Nem akármilyen, már elég nagyobb tintával, tollal a füzete. Pacamentesen. Ne legyen túl vastag, ne legyen túl vékony, ne karcolja. Olvashatóan, vonalon belül marad. Hogy mit ír, azt mutatom. Ha hibázik, körmös jár. Ne levessen! Cím, lánc, cica, mérce, címe. Ezt írja le. Folyóírással. Szépen. Gyürkőzzön neki. Hajtsa ki a füzetét, ne siessel, koncentráljon. Ha túl sokat írta, leitatja. Nem nagyon baj, ha nem sikerült, csak következménye lesz. Rengeteg népi hagyomány és babona is kötődik e naphoz. Ha Márton fehér lovon jön, enyhetél, ha barnán, keménytél várható. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben paroszkál. Ha hihetünk ezeknek,
kemény telünk lesz. Mindig figyelembe vesszük azt, hogy elleink hogyan gondolkodtak a Mártonnapról. Nagyon fontos, hogy a jeles naphoz szokások is kötődnek, ezeket próbáljuk valamilyen módon megeleveníteni, és hát tulajdonképpen mindig meghallgatjuk, hogy a látogatók hogyan érzik magukat, ennek megfelelően gyűjtjük csokorba azokat a tulajdonképpen fellépőket, programokat, hagyományos mesterségeket, hogy minden látogató egy picikét betekintést nyerhessen, és talán egy picikét jobban kötődjön ezekhez a gyökerekhez, mert szerintem ez is nagyon fontos. Így kapott kiemelt szerepet a nap során az élő szavas mesemondás. A népmese, mint olyan, az alapvetően a felnőtteknek volt a műfaj, ezt mindig igyekszünk hangoztatni a mai mesemondók. Már csak azért is, egyrészt mert ez szerintem egy érdekesség, másrészt meg azért is, hogy a felnőttek se ijedjenek meg. Amikor kihirdetjük, vagy itt kapacitáljuk az embereket, hogy üljenek be mesemondásra, akkor a felnőttek nagy többsége ezen megilletődik, hiszen a mai átlag ember a gyermekekhez köti a népmesét, pedig ez nem így van, ugyanúgy szól nekik is, és hál' Istennek ezen a mai alkalmon is jó a tapasztalat, mert a felnőttek is ugyanúgy élvezik a meséket, és nyilván ez azért van, mert maguk a mesék is a jellegüknél fogva olyanok, hogy a jó mesemondó az mindig úgy csűri, csavarja, alakítja, hogy az éppen ott ülő hallgatóságnak az igényeit, a kedvét kielégítse, hogyha éppen ott felnőttek vannak, akkor egy tündérmesét is lehet felnőttes módon előadni. Rengeteg féle ételt látunk itt most a Sóstói Múzeumfaluban. Mik azok a hagyományos libás ételek, amiket itt most kóstolni lehet? A hagyományos liba ételeink közé tartozik a libacon, párolt káposztával és hagymás tölburgonyával. A ludaskása, ezeket szokták általában libanapon készíteni. Ugye a hagyomány az, hogy Márton napján liba ételt kell fogyasztani, új bort kell fogyasztani. Ekkor a babona ugye azt mondja, hogy gazdagság ételben, gazdagság italban, ugye az ember nem lesz szegény, ugye, mert a mártonnapi ételek elfogyasztásakor valamilyen libából készült étel. Az iskolában, ahol tanítom, szoktam mondani, hogy nem muszáj a libacomb liba, mert lehet egy egyszerű libamájat megvenni, és abból elkészíteni egy libamáj pástétomot, egy libamáj pörköltet, akár krumplival, akár rizssel, és úgyhogy az is libához tartozó, vagy egy libanyaklevest elkészítünk. Ugyanúgy libás étel. Az is libából készített étel, és ezt bármikor elfogyasztjuk, ugye bármikor elfogyasztva a napján, ugye Márton napján, akkor a hagyományokat megőrizve a babona is hátavalóra válik. Mondunk itt hagyományos, régi módi libás ételeket, de azért a gasztronómia óriási változásokon ment keresztül az elmúlt években, évtizedekben. Mik a legtrendibb, legújszerűbb, legextrémebb libás ételek, amiket most el lehet készíteni? A legextrémebbek például liba mellünk van. A liba mellett akkor nem krumplival, káposztával, hanem fehérborban és asszalgyümölcsökkel készítettük el a birsalmát, amit kínálunk most a liba mellhez, de készíthetünk hozzá egy kis hercegnő burgonyát újtrendnek megfelelően, vagy egy kis párolt zöldséggel. Az emberek már jobban szeretik a zöldségféléket megpárolva. Ezek egészségesebbek, kevesebb a zsír, kevesebb a zsírbevitel, kevesebb a széntálbevitel. Ezért az emberek most már a köles felé, köles liba mellel jobban, vagy egy kis bulgurt készítünk hozzá, szintén a korszerű táplálkozásnak megfelelően. Ezeket ugye előtérbe helyezzük, és ezeket próbáljuk most már a vendégek részére ugye kínálni. Nincs igazi, autentikus mártonnapi vigasság tánc nélkül. Napközben a Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatának műsora színesítette a programot. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk a Weekendet, szó lesz Hudák Júliáról, a Sünök téli álmáról, és érkezik Váradi Hajnalka is, maradjanak velünk. A hazai balettművészet történetében sehol sem említik a nyíregyházi Hudák Júlia nevét, aki korának egyik legismertebb balettáncosa volt. Üdvözlöm újra a Kölcsei Televízió nézőit! A magyar Pavlovának nevezett kiválóság nem csak táncolt, hanem rendezett és oktatott is. Vörös Marti Mihály Szép Ilonka című versét feldolgozó három felvonásos balettjét 1925-ben a Manhattani Operában mutatták be. Róla szólt egy előadás nemrég Nyíregyházán, ezzel indítjuk a Weekend második részét.
Nem először tartok itt előadást a dialógban, még azelőtt is tartottam, amikor nem voltam tagja, mióta tagja vagyok már ez a második előadás. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár ad helyet a Dialóg Egyesület programsorozatának, amelynek része volt Tóth Sándor, Hudák Júlia életét, munkásságát bemutató előadása is. Az első világhírű magyar balettművész neve a nyíregyházi helytörténész kutatásainak köszönhetően már biztosan nem merül feledésbe. A nyíregyházi Túróci Zoltán Evangélikus Általános Iskola díszterme mellett a falon egy emléktábla őrzi Hudák Júlia emlékét. Kérdésem az, hogy miért éppen ez az a helyszín, ahol felavatták az emléktábláját, és röviden jó lenne összefoglalnunk, hogy ki is volt Hudák Júlia. Nem vagyok biztos benne, hogy nagyon sokan első hallásra tudják az ő nevét hová tenni, akár Magyarország, akár szűkebb környezetünk történelmét tekintve. Én meg biztos vagyok benne, hogy nem tudják hova tenni, és ez a szomorú, és ezért is írtam egy tanulmányt, avattunk emléktáblát ennek a hölgynek, mert Magyarország első világhírű balettművésze, és sajnálatos módon a balett művészet történetéből hiányzik a neve. Hogy miért? Valószínű azért, mert nyíregyházi kislány volt, és ebben az iskolában kezdte a tanulmányait, itt Nyíregyházán, ott tanulta meg az első betűket, de később tehetségét kibontakoztatva megtanult zongorázni, színész tehetség lappangott benne, és hát egy tánc művész is már fölsejlett itt Nyíregyházán, amikor föllépett a koronába, a színházba, mert már akkor készen volt a mai színház, és más helyeken itt a városban megmutatta tehetségét, és szülei ezt látva Budapesten tanítatták tovább. Önnek köszönhetően jó néhány emléktábla helyet kapott már Nyíregyházán is, ezek közül az egyik, amelyik Hudák Júlia életére, munkásságára és kiválóságára emlékeztet bennünket. Ön hogyan akadt a nyomára? Helytörténészként Nyíregyháza múltjával foglalkozom, és foglalkoztam pontosabban, ma már egyre kevésbé. Tehát mindig bosszantott az, hogy világhírű, európai hírű művészek születtek itt Nyíregyházán, és a vidékiség, a nyíregyháziság miatt nem ismerik őket. Legyen ez zongoraművész, legyen balettművész, színházművészetben és sok más területen. Hát két háború között ezek kikerültek Amerikába zömében, és ott aratták sikereiket, illetve tűntek el a nyilvánosság elől, hiszen Nyíregyházáról indulva ez nem volt egy előny, főleg a háborúk időszakában. Hát eltűntek ezek a tehetségek, művészek, akik itt Nyíregyházán születtek és nőttek világnagysággá. A Hudák Júlia életében mi lehetett az a katalizátor, vagy mik lehettek azok a katalizátorok, amelyek mégis hozzásegítették a családot és őt személy szerint, hogy meglegyen ez a világhír a tehetségének köszönhetően? Tehát a szülei kellő anyagi háttere, édesapja Nyíregyházának tiszti főügyésze volt, az édesanyja egy földbirtokos leánya, és rendelkeztek földbirtokokkal, nemesi oklevele is volt az édesanyjának, tehát az anyagi háttér megvolt. Volt ugyan két testvére, de egyik 6 hónapos korában, másik 14 éves korában hunyt el, tehát minden anyagi erőforrást az ő képzésére tudták fordítani, és hát itt Nyíregyházán hamar kinőtte magát, és 14 évesen fölkerült Budapestre. Ott külön tanult zongorázni, külön tanulta a színházművészetet Rákosi Szidi neves budapesti iskolájában, és ott tanulta a táncot is, külön táncra járt, és végül is néhány év után
diplomát kapott három területből, a táncművészet, zongora és a színház művészet, tehát három diplomával hagyta el Magyarországot, mert hát Budapest is kevés volt, balett táncot szeretett volna tanulni, és Milánóba találta meg azt a tánciskolát, ahol folytatta a tanulmányait, és 1906-tól 1914-ig, a háború kezdetéig Olaszországban tanulta meg a balettot, és a nagy opera színpadok kívánatos fellépő prima balerinája lett Olaszországban, sőt Amerikába is kijutott, mert oda is hívták, és a 14 év alatt, amíg a háború ki nem tört, addig már világhírű művésszé formálta magát. A 20. század elején, vagyis hát első negyedében, első szakaszában, ha jól sejtem, akkor Hudák Júlia Nyíregyháza jó hírét, és Magyarország jó hírét vitte a világban művészeti ág területén, és az evangélikus általános iskolában lévő emléktábla pedig ugye a jövő nemzedékének is ezt a nevet már most így önnek köszönhetően megőrzi. Az önkutatásai magyar nyelvű olvasatok alapján zajlottak, tehát ezekből született mindaz, amit az előadáson is hallani lehet, de még lennének további kutatható anyagok? Az a helyzet, hogy élete az viszonylag hosszú volt, nem tudom mikor halt meg, tehát ennek a bemetszése, föltárása is még vár valakire, de élete, hosszú élete során, tehát olyan színes életet élt, ami regénybe illő, és én ennek csak az elejét tudtam föltárni, az bizonyítandó, hogy világhírű balettművésze volt Magyarországnak, és kinyílik a bicska az ember zsebébe, amikor nem találja meg a lexikonokban. Na most ehhez kellene a tudás, angolul, franciául, latin nyelveket, a férje a szláv nyelveket bírta, tehát ők otthon voltak, 12 nyelvet beszéltek ketten. Most különböző országok, különböző lapjaiba, a színházak plakátjain jelentek meg a fényképei, hogy a magyar prima balerina, aki Nyíregyházáról indult, itt van, gyertek, közönség a operába, színházba, és nézzétek ezt a csodát, amit ő be tudott mutatni a táncaink keresztül. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy van annak valamilyen konkrét oka, hogy éppen 2019-ben avatták ezt az emléktáblát ott az iskolában? Igen, akkor volt a születése 130. évforduló, 1889-ben született, és hát kerestünk egy alkalmat, megtaláltuk, partner volt az igazgatóasszony, és reméljük, hogy a gyerekek között előbb-utóbb lesz olyan, aki kíváncsi lesz, hogy ki is volt ez a Hudák Juliska, akit 100-valahány évvel előttünk itt taposta a lépcsőket fel az emeletre, és vissza a tanterembe. Tehát kell nyelveket ismerő kutatókra, mert sajnos nálam ezek kimaradtak. Hudák Júlia szinte regénybe illő, hosszú színes életet élt. Budapest és Milánó utánteát tehetségével egész Európát és Amerikát is meghódította. Párizs, London, Firenze, Róma, Bécs, Barcelona, Madrid és Chicago, New York, San Francisco mind a lábai előtt hevertek, valamennyi nagy színpadon ünnepelték nevét. Élete szerelmét mégis Nyíregyházán egy hadifogságba esett orosz származású színész személyében találta meg, akivel együtt újra bejárta Európát, majd 1924-ben Chicagóba költözött. Egész életét küldetésként fogta fel, hogy minél több dicsőséget szerezzen a magyar névnek, hazájának, mint életében többször hangsúlyozta, szülőhelye Magyarország, lakhelye a világ. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy nem varázsszerekben és trendi diétákban, hanem életmódváltásban van az egészség kulcsa. Erre élő példa Váradi Hajnalka, aki vendégünk. Szia, jó estét! Jó estét, sziasztok, köszöntök mindenkit. Aki ismert téged jó pár évvel ezelőtt, azt tudja, hogy
egyrészt nem így néztél ki, másrészt pedig komoly betegségből gyógyultál meg. Hála annak a módszernek, amelynek most már az instruktora, oktatója, szakedzője vagy, a Medical Fitnessnek, illetve hát más módszerekkel is dolgozol. Úgyhogy gondolom, hogy meg tudod erősíteni ezt a mondatomat, hogy így van. Nincs így. Volt egyébként valami trendi diéta, vagy bármilyen ilyen varázsszer, amivel te próbálkoztál? Hétköznapi emberként mindenféle varázsszert próbáltam, de Isten igazából soha nem hittem benne, illetve nem éreztem a hatását. Tehát amikor elkezdtem, megnéztem, elolvastam, kipróbáltam, aztán le is tettem, hiszen szakmai ártalomként ugye elolvasott, hogy mit tartalmaz, és rögtön már nem hittem el, tehát nem segített az a fajta hit, hogy te majd ettől jobban leszel, te majd ettől lefogysz, hiszen jelentős egy 10 évig jelentős túlsúlyt, egy 30 kilós túlsúlyt is cipeltem magamon, mindazok ellenére, hogy én jól éreztem magam a bőrömben, és minden labor eredményem negatív volt. És hát ugye a média világa elkezdte sugallni azt, hogy fogadd el magad, milyen jól nézel ki te ezzel a 30 kilós súlyfelesleggel, és nem is zavart egészen odáig, míg bele nem néztem véletlenül úgy a tükörbe a kedvenc farmeremben, hogy azt mondtam, hogy fú, ezt már ne vedd föl, és már mindjárt 40 leszel, és ez már amúgy sem illik hozzád. És tulajdonképpen még akkor is egészséges voltam, és mindvégig jó laborparaméterekkel szembesültem, csak eljött az a pillanat, amikor fogtam magam, és összeestem egy bevásárló központban, és nem tudtam, hogy mi van. Annyit éreztem, hogy nem működnek úgy a végtagjaim, nem működnek az izmaim, erőteljesen zsibbadtam, és akkor belekeveredtem újra az orvosi protokoll mindennyibe, minden vizsgálatom, minden laboreredményem negatív volt, és jött sajnálatos módon ez a bizonyos Covid időszak, amikor még inkább ültünk, és egyre kevesebbet mozogtunk. Ekkor már nem volt túlsúlyom, hiszen valamikor ott 40 éves koromban észhez tértem, hogy ezt így nem folytathatott tovább, semmilyen túlsúlyom nem volt, és ugye megpróbáltuk ezt a zsibbadást, ezt a fajta összeesést, rosszul vagyok, görcseim vannak, elájulok, elszédülök, nem tudok fogni, megpróbáltuk a pszichoszomatikus betegségként kezelni, és kerestük a pszichológiai, pszichikai hátterét. Ott sem volt semmi probléma, viszont azt észrevettem, hogy amikor fölálltam, mozogtam, terheltem, tettem, vettem, egyre jobban éreztem magam, egyre jobban tudtam újra használni az izmaimat, egyre kevésbé jelentkeztek zsibbadásos tünetek, és egyéb más tünetek. Nyilván nem sorolom ezeket a tüneteket, a lényeg az, hogy tulajdonképpen, mivel kémia szakos pedagógus is vagyok, azt vettem észre, és azt figyeltem meg, és abban az irányban kezdtem el kutatni is, hogy milyen sejtszintű, milyen biokémiai háttere van ezeknek az elváltozásoknak, és a mozgással és a terheléssel ez milyen összefüggésben van. Rengeteg szakirodalmat föltártam, nagyon sok szakemberrel kerültem kapcsolatba a egyetemeken, sportirányba, és így jutottam el tulajdonképpen egy olyan területre, ami tudomány és sport egyben, ez a medical fitness. Ez a medical fitness, így is nevezi a maga a társaság, és akik a képzést szervezik, így is nevezik, hogy a medical fitness tulajdonképpen nem egy sportág, nem egy gyógytorna, nem egy orvostudomány, hanem híd a sporttudományok és az orvostudományok között. Hajni, te itt Nyíregyházán például ingyenesen ugye a Mozdulj Nyíregyháza keretein belül foglalkozol csoportosan emberekkel, nyilván ennek a sportnak, illetve nem sportnak, hanem ennek a gyógyulási folyamatnak lehet, hogy jobbat tesz, hogyha egyéni tréningben vesznek részt, és hát én már voltam egy pár rendezvényen, ahol te például egy dobverővel érkeztél, mint ahogy most is, és mivel nagyon fogy az időnk, szeretném, hogyha megmutatnád, mert sokan azt hiszik, hogy ez csak a jazz koncerteken vagy a színpadon
nagyon jó egy ilyen dobverő, de valószínűleg hát igen, ez is gyógyító, ugye? Magammal szándékosan ezeket a, nekem már ezek varázspálcák, hiszen említettem azt, hogy próbáltunk pszichoszomatikus megbetegedésre is gyanakodni, hogy mi is ennek a különös tünetegyüttesnek az oka, és hát nagy zene rajongó vagyok, a gitár és a dob tulajdonképpen az én hangszerem, és a pszichoszomatikus kutatásaim közben, illetve a pszichiátriai háttér feltárása közben szembesültem tulajdonképpen azzal, hogy úristen, milyen jól érzem én magam akkor, amikor zenélünk, vagy zenét hallgatok, ami egyébként is a napjaim része volt, és így akadtam rá egy budai dobsulira, ahol zenetanár kollega foglalkozott sérült gyerekekkel is, egészen pontosan autista gyerekekkel is foglalkozott, és így jutottam el a zenei neveléssel, a dobbal és a stresszoldással a Poundig. 7. éve van Magyarországon a Pound, és ezek a varázsütők, mutatom, ezek ripstixek, úgy hívjuk őket, a zöld dobverők, ők valóban e varázselővel rendelkeznek, hiszen az 5B-s dobverőnek a mintájára készültek, egy nehezített anyag, egy speciális anyagból készülnek, és az összeütésükkel, nem tudom, hogy összeüthetem-e, tehát az ütéssel nyilván ad egy hangot, az erősségével az izmainkat dolgoztatjuk meg, és nyilván a rezgés hullámok azok tudjuk megint csak a jótékony hatását, az erőteljesebb izommunkával serkentjük az új mitokondriumok termelődését, és akkor ezt most elengedtük, tehát izmot fejlesztünk, mély izmot, erőt, ellenálló képességet, és mindezt csoportosan egy zenés órán őrjöngünk, tehát tulajdonképpen a legjobb hangos, stresszoldó tevékenység olyan, mintha szinte egy rockkoncerten mi magunk lennénk a rocksztárok. Hát egyszer majd bepillantunk az egyik órádba, a nézőknek meg javasoljuk, hogy keressék Váradi Hajnalkát a közösségi oldalon, és akkor személyre szabott tanácsokat is adhatsz minden foglalkozást illetően. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathattam ezt a két tevékenységet. Kedves nézőink, mi hamarosan elkezdünk készülni karácsonyra. A sünök viszont még javában keresik a tökéletes búvóhelyet a téli álomhoz. A témával kapcsolatban Orbán Zoltánt kérdeztük. A sün az egyik leggyakoribb és legismertebb velünk élő, vadon élő emlős állat a településeinken. Nyilván nagyon kedvelik is az emberek alapvetően, nem véletlenül szerepelnek például mesékben a tüskebökik. Azért élnek velünk a lakott területen, mert hogy a településeink által biztosított, vagy településeinkre jellemző élőhelyi környezet az jelentős részben alapvetően megfelel az ő természetes élőhelyi igényeiknek. Bizonyos tekintetben optimálisabb, bizonyos tekintetben pedig nagyobb kihívást jelent, de a sün alapvetően azért is tud velünk együtt élni, mert egy nagyon alkalmazkodóképes állat, nagyon vegyes, változatos a tápláléklistája. Hogyha megnézzük a mindennapi életüket, mondjuk az aktív időszakra vonatkozóan, tehát mondjuk áprilistól október vége, november eleje közepéig, amíg aktívak, nem alszanak téli álmot, akkor ugye azért tudnak itt lenni, mert alapvetően megtalálják a táplálékbázisukat, és többé-kevésbé a búvóhelyet is. Itt van igazándiból egy egyre jelentősebbnek tűnő hiátus, ugyanis valami okból kifolyólag mind a magánkerteknél, mind a közteleti zöld felületeknél a sterilitás felé megy el a gondolkodás, tehát hogy az a szép park és kert, ahol tövig van nyírva a fű, nincsen semmiféle bokor, van néhány fa jó magasan felvágva, most ez nem jó semminek. Tehát nem csak a sünöknek nem jó, nem jó az embereknek sem, de nem jó a velünk élő madaraknak, fekete rigónak, és még sorolhatnám. Tehát ezért is beszélünk mindig így a sünökről ősz időszakában, hogy a sünt úgy is fel lehet fogni, mint a nem megfelelően kezelt
kertek és különösen a parkok nagykövet faja. Mert ha csak mondjuk, hogy emberek, nem így kéne kezelni. Tehát most gondoljunk bele, ugye a lombhullató klímazónában, amikor lehullatják a lombjukat a fák, a bokrok, akkor a talajból, ugye a talajból fölvett tápanyagokból építi fel a növény a leveleket is, tehát a talaj tápanyag tartalma csökken. Amikor lehullik a lomb, akkor az szépen ott le is bomlik, és alapvetően visszatáplálja a felhasznált tápanyagoknak igen jelentős részét. Ugye az erdőkből se hordják ki a gonosz tündérek a lombot, ott marad. Na most ehhez képest mit csinál a modern ember? Úristen, lehullott a lomb, vigyük el azonnal. A kertekből, a parkból, központi komposztálóba. Ugye ez nem jó senkinek, nem jó a növénynek sem, mert ugye van egy, nyilván, hogyha tápanyag szűke van, akkor azt lehet tudni, hogy az annyira nem jó. De ugye a magas szerves anyagtartalmú, magas humusztartalmú talajoknak a vízmegtartó képessége is nagyságrendekkel jobb. Tehát, hogyha kiüresítjük a parkokat és a kerteket, akkor a klímaváltozás közepette, az egyre aszályosabb, hosszú időszakok közepette, még kiszolgáltatottabbak lesznek a parkjaink, a parkokban élő növények, fák, bokrok, füvek, stb. Tehát mennyivel jobb lenne helyben megtartani, gondoljunk el, hogy mennyi munka megspórolható ezzel, mennyi feleslegesen el nem használt üzemanyag megspórolható ezzel, és hogyha a parkokban és a kertekben kialakítanának olyan hullott lomb depókat, amiket nyugodtan nevezhetünk akár komposztálónak is, akkor tehát mondjuk egy parkban és a kertben van néhány nagyobb bokorcsoport, akkor oda is mellé el lehet helyezni, vagy közé el lehet helyezni a lombot, nem fújja el a szél. De ki lehet alakítani nagyon igényes, kinézetű, egyébként nagyon olcsó komposztáló depókat a parkokban is. Nem a kellős közepére kell tenni. És hogyha még mellé kitesznek egy táblát, hogy ez egyben sűmmenedék is, akkor mindenki megérti. Ráadásul nem csak a sünök tudnának ott terelni, átterelni, hanem a beporzó rovarok nagyon sok faja itt tud átterelni. A környék gyíkjai, békái is. Ugye nagyon jó megoldás lenne, hogyha például a bokrok alatt, ahova nem fekszenek be az emberek olvasni, ott például teljesen felesleges összehúzni a lombot. Ha nincs összehúzva mindenhol a lomb, akkor a lakosság által alapvetően imádott fekete rigók sokkal jobban érzik magukat, mert amikor nem fedi hó a lombot, akkor azt forgatja, ott megtalálja a táplálékát. Tehát ez lenne az egyik irány, a stratégiai, sűn stratégiai irány, hogy így mondjam. És a konkrét beavatkozás, mi történik most? Ugye elkezdjük összehúzni a levélhalmokat, különösen nagy parkokból nem viszik el minden kilószám, hanem másfél-két hónapig gyűjtik, depózzák, és pont a lombhullás középső és második szakasza egybeesik a sünök téli álomra húzódásával. Ugye a sünök akkor vonulnak el téli álomra, amikor tartósan 8 Celsius fok alá esik a hőmérséklet, és akkor ébrednek föl, amikor 10 fok fölé emelkedik. Tehát ez mondjuk tart november mondjuk végétől, közepétől, április végéig is akár. A sűni az nem tudja, hogy az a számára szuper ideális 1 méter, 2 méter magas, 16 méter hosszú lombdepó az majd megszűnik 2-3 hét múlva. Tehát jó lenne ezen gondolkodni, tehát hogyha nem tudjuk biztosítani számukra az állandó lombrakásokat, illetve amikor fel kell számolni ilyen lomb- és rőzserakásokat, akkor az alapi részhez közeledve, tehát ilyen lábszár közép aláérve már ne aktívkodjunk elsőként a vasvellával, fordítsuk meg a nyelét, vagy túrjuk át kézzel, hogy ott nincs süni. Ugye nagyon gyakran hallom azt, hogy de hát miért kell ezt csinálni? Hát a sűn elmegy, ahogy hallja a zajt. Nem, a sűn nem megy el, mert hogy a sűn ugye olyan speciális állat, hogy az evolúció során nem olyan csontozatot, izomzatot fejlesztett ki, mint mondjuk a gepárd, hogy akkor 100 km per órával elszalad a fűnyíró traktor elől, hanem azt mondta az evolúcióban a sűn, ő se, hogy hát én nem akarok itt lihegni, meg szaladgálni, kis kurta lábaimat nagyon szeretem,
inkább lesz tüskés bundám. És mit csinál a sűn bármilyen veszélyre, ez lehet vibráció, lehet hang, fény, bármi, összegömbölyödik. Tehát, hogyha dolgozunk, akkor össze fog gömbölyödni, és szinte észrevehetetlen egyébként a rá tüskéi közé ragadó lomb hulladéktól. Ugye nagyon fontos, hogy 2021 óta tilos a zöld hulladék égetése. Ez a tűzre is vonatkozik, mert amikor a süni már érzi, hogy ég a ház, akkor már nem tud mit csinálni, és ott pusztul el. Tehát ezért lenne nagyon fontos, hogy amikor ezeket a lombhalmokat majd november második fele december elején felszámoljuk kertben, parkban, akkor gondoljunk a sünikre is, és ne csak ilyen Hűbele Balázs módjára essünk ezeknek a halmoknak, és számoljuk fel, hanem az alapi résznél legyünk tekintetben a sünökre is. Ha találunk egy ilyen sünit, akkor nem kell sikoltozva, pánikolva szaladgálni a parkba, hogy jaj, mi legyen. Vigyük el egy közeli bokor alá, és halmozzunk rá jó vastagon, tehát ugyanolyan vastagon lombot, mint amennyit lebontottunk róla. Szigorúan tilos a sünöket otthon áttereltetni, ugyanis a sűn annyira szuper lény, mint mondjuk a fecskék. Tehát a fecskék olyan gyorsan repülnek, hogy nincs állományszintű ragadozójuk. A sűnök annyira jól védettek a tüskés bundájukban, hogy nincs állományszintű ragadozójuk, pláne a lakott területeken. Most az ilyen szuper lényeket más környezeti hatások állományszabályoznak. Az ő esetükben az egyik legfontosabb választóvonal, hogy alkalmas a túlélésre az egyed vagy nem, az a téli álom. De ők erre fel vannak készülve, tehát hajlamosak vagyunk emberként arra gondolni, hogy ó, szegény süni téli álmot alszik, és elképzeljük, hogy az anyukánknak kin kéne állnia, vagy kin kéne összekuporodva téli álmot aludni, és akkor ez milyen borzos, persze, de szerencsére nekünk embereknek, többek között az anyukánknak sem kell ezt csinálni. A sünök teljesen más életmódot folytatnak, jól fel vannak készülve, a szervezetük alkalmazkodott hozzá, ők nem is fagynak meg, hanem folyamatosan ilyen 10 fok alatti, mondjuk 6-7 fok környéki hőmérsékleten tartják a testüket, ehhez képest halmoznak föl tartalék, tehát zsírt, ami szigetel is és energiát is ad a telelés hónapjaira, és nagyon nem mindegy nekik, hogy milyen vastag lombhalom alatt tudnak gyakorlatilag ők telelni. Ezért lenne nagyon jó, hogy az otthoni már meglévő, illetve az újonnan kihelyezett, illetve parkokban kihelyezett komposztáló kereteknek az alja vagy olyan kialakítású legyen mondjuk drót esetében, vagy legyen rávágva egy ilyen kétökölnyi lyuk, ahol a sünök be tudhatnak oda menni. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe, tartsanak velünk jövő héten is, én már a búcsúzom, kollégáim nevében is, és köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!